Több mint 10 éve folyamatosan javulnak a bűnügyi mutatók a szekszárdi rendőrkapitányság illetékességi területén, vagyis a szekszárdi és a tolnai járásban. Erről számolt be Marcsek Sándor kapitányságvezető a Közgyűlés Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának. Ezen az ábrán jól látszik, hogy 2010-hez képest közel harmadára esett vissza az elkövetett bűncselekmények száma. A felderítési mutató pedig ezzel párhuzamosan majdnem a duplájára, 49-ről 84%-ra nőtt. Vagyis tavaly jellemzően 10-ből 9 ügyet sikerült megoldaniuk a rendőröknek. Az elmúlt évben nem történt olyan jogsértés Szekszárdon, ami az itt élő emberekben nagyobb félelmet vagy riadalmat keltett volna. Pedig a 2021-es esztendő nem volt könnyű a rendőrök számára a szekszárdi és a tolnai járásban. A koronavírus szabályok betartását ugyanis nekik kellett ellenőrizniük, és az embercsempészek is előszeretettel próbálkoztak az országnak ezen a részén. Mindezek ellenére a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, vagyis az olyanok, amiket a helyiek negatívumként érzékelhettek volna, például 10%-kal csökkent 2020-hoz képest, alig átlépve az évi 200 esetet. 2010 óta tartó tendencia az nem tört meg, tehát a elkövetések száma is folyamatosan csökken, és ezzel párhuzamosan, ami a másik jó hír, a felderítésnek az aránya is egyre jobb, tehát egyre hatékonyabb a rendőrségnek a munkája, ebből én ezt a tapasztalatot tudom leszűrni. A szekszárdi rendőrkapitányság beszámolóját a bizottság tagjai egyhangulag fogadták el. Az előterjesztést várhatóan jövő héten így tárgyalhatja a közgyűlés.